Nos hát sziasztok gyerekek, én Mervin vagyok és ez egy vadonatúj videó, a mai napon pedig g fogunk. Hogyha lemaradtatok volna az előző g videóról, abban kereskedtünk, most viszont egy biztosabb vonalat fogok követni, ez pedig a befektetés. Megtudhatjátok, hogy egy hosszadalmasabb időintervallum alatt mennyi pénzt sikerült profitálnom az egészből, és azt is, hogy mit fogok csinálni a továbbiakban. Viszont még mielőtt belevágunk ebbe a videóba, megnyerhetitek ezt a Fuel Injector késkint, amennyiben erre a videóra összegyűjtünk 4000 megtekintést és 600 darab lájkot. Szóval én azt mondom, hogy nyomkodjátok meg. 2023. decemberében kicsit elfoglaltabb voltam, és nem értem rá egyáltalán arra, hogy trédeljek. Támadt az ötletem, hogy akkoriban már mondjuk egy pár hónapja futott, de hogy Everson indított egy ilyen befektető programot, ami abból áll, hogy az emberek adnak neki skineket, ő elkezdi ezeket forgatni, és majd a profiton osztoztok. Először nem szerettem volna beleszállni, úgy voltam vele, hogy hát jobb leszek akkor, hogyha magamtól csinálom mindezt, de így, hogy most jött egy ilyen időszak, úgy voltam vele, hogy dobjuk be Everson a skineket. Ő, hogy mi lesz, igazából rosszabb nem lehet a jelenlegi helyzetnél, mert csak csinál valamennyi pénzt, csak hát abban nem voltam biztos, hogy mennyi pénzt fog nekem csinálni. Az első skint az neki december 14-én küldtem, ami egy kesztyű, amit egyáltalán nem tudtam elpasszolni, és a következő rendszként december 22-én küldtem át neki, ami szintű olyan skinekből állt, amiket egyszerűen nem tudtam elpasszolni. Most lehet, hogy egy kicsit parasz volt részemről, hogy ilyen skineket adtam Evertsonnak, de ezzel együtt egy kihívás is volt számára szerintem, amit azért úgy sikerült átvészelnie. A profi emberek számára úgy mondanám az egészet, hogy nagyon nem liquid itemeket adtam neki, olyan, olyan cuccokat kapott, amikre nagyon nincs igény. Van értékük, de nem veszik az emberek. És hát akkor indult is a móka. Everton, bár a skinémnek az ára még egy kicsit csökkent is, sikerült elpasszolnia, és ö, elkezdett profitot csinálni. december az egy nagyon rossz időszak volt a skinek tekintetében. Nagyon beesett mindennek az ára, és ö, lényegében ez is hozzá ahhoz, hogy úgy voltam vele, hogy mégis vagy csak valamit kéne kezdeni ezzel az egésszel. Január 7-ére már egy 5%-os profitot értünk, aminek nagyon örültem. A befektetők számára a Discordon elérhető egy külön csatorna, ahol elérhetőek azok az információk, amiket Evercon éppen forgat. Tehát, hogy milyen skint vásárol, milyen skint adott el, és éppenséggel mennyiért és mennyi profitot termelt. Érdemes azért szerintem hosszú távon gondolkodni ilyen dologba, hogyha esetleg ti is beszeretnétek szállni, mert hosszú távon lehet igazán szép összegeket Csinálni. Tehát most egy hónap alatt nem fog olyan összeget csinálni, hogy, hogy elképesztő legyen. Szerintem érdemes legalább 3-4 hónapban, de inkább fél év és egy év között gondolkodni ebben az egészben. És hát teltek a hónapok, és láttam előre, hogy érkezik a Major. És úgy voltam vele, hogy ki szeretném venni a skinémet még mielőtt jönne a Major, mivel hogy akkor számíthatunk egy kis árbeesésre, egyes itemeken, és úgy voltam vele, hogy nem szeretném, hogy ez megtörténjen, és meg szeretném előzni. Ezért kivettem Evercantól a profitjaimat, egyből el is küldte, csodálkoztam is, tényleg szerintem egy két óra alatt azután, hogy szóltam neki, már meg is érkeztek a skinek. Az első is legfaszább skin, amit kaptunk, az egy Bowie Knife Gamma Doppler, de nem akármilyen Gamma Doppler, ez egy Emerald. Ezen kívül meg még volt kettő M9 bajonet, meg egy uh, Huntsman Knife Marble Fade, és uh, volt még egy régi sticker is, ami az ezért egy elég szép értéket képvisel. Nagyon bánom, hogy kivettem Evertsontól a cuccokat, most utólag úgy vagyok vele, hogy bent kellett volna hagyni, de előre szerintem visszaadok neki egy pár dolgot így befektetésre, és kíváncsi vagyok, hogy hosszabb távon esetleg mit tud csinálni. Az kinek, amiket adtam én neki, azok 1483 eurót értek. És amikor eljött az ideje, hogy megkapjam a kineket, akkor meg 2000 245 eurót sikerült bekaszálnom. Ami egy elég szép profit. Egy nagyon szép profit. Ahhoz képest, hogy hány hónap telt el, szerintem ez nagyon jó. Lehet, hogy hozzájárult az is, hogy december után egy kicsit boomolt a piac, és elég szép számokat lehetett termelni. Viszont kíváncsi leszek, hogy tényleg mennyi profit lesz a következő adag skinnel, amit adok neki. Egy kicsit nagyobb összeget is szeretnék adni neki. Lehet, hogy ez egy kihívás lesz, de kiderülnek a dolgok. És most felmerülhet a kérdés, hogy ajánlom ezt valakinek, vagy nem ajánlom valakinek. Hát először először is Everson már nem sokáig fogja ezt csinálni, úgyhogy ha valaki be akar szállni, akkor ezt most csinálja, nem fogad már be sok embert. Ez most a befektetésnek egy olyan formája, ahol azért már kell legyen egy adott tőkénk, nem lehet a nulláról elindulni, mivel ugye Everson azért szereti, hogyha már egy adott összeg fölött adunk neki befektetésre dolgokat. És ne aggódjatok, majd lesz egy olyan videó is, ahol megmutatom, hogy hogyan induljatok el a nulláról a tradelésben és a befektetésben, és stb. stb. mert hogy én is megtettem, de most elő előtérbe ezt a videót, mert már dologatom egy pár hónapja. És főként azoknak ajánlom, akik vagy nem trédelnek, vagy nem érnek rá trédelni, jelen esetben ugye én is voltam az egészen, mert hogy legalább nem áll a pénzük egy helyben, hanem folyamatosan forgatva van. Evertson weboldala pedig a leírásban van azok számára, akik érdekeltek a dologban, ott megtaláltok Discord szervert és minden információt, amit tudni szeretnétek, van egyéb más is, amit nyújt, de én most csak szűken a befektetési részéről beszéltem a dolog. És hát igen, ez a videó, ez így most röviden ennyi is lett volna, nagyon szépen köszönöm a Várca, hogy megforgattad a skinjeimet, szerintem mindenképpen vissza fogok hozzád még menni egy jó kis adag befektetéssel, mert hogy tetszett az, amit csináltál az első rendben. Ne felejtjétek el a nyereményjátékot, ne felejtjetek el feliratkozni, kommentelni, stb. 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 Én Mervin voltam, sziasztok!